A Budai úti református templomban az Alba Régia Szimfonikus Zenekar 2023-24-es ünnepi hangverseny sorozatának záróestjén az európai zene történetének egyik legnagyobb egyházzenei remekműve, Johann Sebastian Bach 1724-ben bemutatott János passiója csendült fel. A Krisztus szenvedés történetét megelevenítő oratórium passió a Szentírás a nagypénteki eseményeket elbeszélő textusai mellett kiegészítő szövegeket is tartalmaz, amelyek hol meditatív, hol szenvedélyes reagálásukkal kísérik az egyes stációkat. Ma nagy szerda van, Jézus templom tisztításának az emléknapja, amikor kiűzte, kitisztította a templomból azokat, és amit nem odavaló, és azt mondta, hogy az én atyám háza, az imádság háza. Tulajdonképpen ezzel kezdte a szenvedéseit nagy héten, és én azt gondolom, hogy nem csak a húsvét előtti templom takarításban volt mit kitisztítani, nálunk is volt templom takarítás, hanem az emberek lelkére gondolunk, akkor van mitől megtisztulnunk. A librettóhoz Bach megrázóan szép zenét komponált, amely az emberi érzelmek hatalmas skáláját felvonultatja a fájdalomtól és a gyásztól az örök életbe vetett hitben való megnyugvásig, amelyet Pad Zoltán lézdíjas karnagy dirigált. Egy sokkal kompaktabb, komplexebb alkotás, mint a Máté passió, inkább szemlélődő és inkább időt ad a belső érzelmeknek, itt pedig a drámai cselekményt láthatjuk. Váltakoznak a kóristételek a szólókkal, a történetet az evangélista végigmeséli. Egy igazán izgalmas utazás, egy igazi keresztút, ahol van idő szemlélődni is, és van idő végigkesérni Jézus utolsó útját. A passió előadásában neves énekművészek, Stefanik Márta, Halmos Eszter, Tornai Viola, Mészáros Péter, Orosz Balázs, Melkovics Zoltán, Cserményi Zsombor, Borka Ákos, Tillai Attila és az Ars Oratoria kamarakórus voltak az Alba Régia Szimfonikus Zenekar partnerei. A hittel élő közönség ismét megtapasztalhatta a János passió csodáját, amely a Jézus történetét minden kegyetlensége és fájdalma ellenére pozitív kicsengéssel mutatja be, melynek fényes és reményteli zenéje megelőlegezi a feltámadás örömét, üzenete pedig nem változott, a húsvéti csodát nem magyarázni, hanem hinni kell.